Az erős szavak egy rigai kocsma tulajdonosától származnak. Egy sajtóúton vettem részt Lettország gyönyörű épületekben gazdag fővárosában. Az ország 51 évig tartozott a Szovjetunióhoz, ma már az Európa Unió tagja, sőt, euró a fizetőeszköz is. Az orosz hatás nem csak a város számos pontján meghagyott szovjet szobrokban érhető tetten, hanem a lakosság összetételében is. A fővárosban ugyanannyi lettél, mint orosz. Békességben? Hát, kemény indulatokkal találkoztunk e kérdéssel kapcsolatban. Mielőtt megismernénk a videó szereplőit, megmagyarázom a témaválasztásomat. Itthon eléggé megosztja a közvéleményt a magyar-orosz kapcsolat egyre szorosabbra fűzése. A visszatérő kérdés, nyugathoz vagy kelethez tartozunk. Kíváncsi voltam egy olyan ország polgára, akik szintén büszkék az európaiasságukra, ráadásul az orosz határ mellett élnek, milyen véleménnyel bírnak a putyini gépezetről. Kifejezetten fiatalok által látogatott helyekre mentünk kíváncsiskodni. A rigai romkocsmák varázslatosak, mindenki tökéletesen beszél angolul, így könnyen tettünk szert beszélgető partnerekre. Szergej orosz származású, és a médiát hibáztatja a két csoport közti konfliktusért. The government wants to separate people. Okay. So, you know, you get Latvian news, okay. You get Russian news and Latvian news. Why it's important to Latvian government to separate these two groups? I mean, it's a classical scheme, you know, divide and conquer, how was it? You know, okay. So it's the same, you divide the community so they can go together against the government, for example, when they raise the taxes and they do it, you know, really harsh right now. A keresetlenül fogalmazó Inte szerint egyre karcosabb a helyzet, hiszen Lettországban nő az orosz katonai jelenlét, ennek okát nem tudni. It's very dangerous because we Latvian government have lots of Russians in here, so who are responsible about our country, about people and everything. So basically, I don't want to kind of war and shit like this, you know. Because last few months we noticed that Russian army ships and army planes are under the Latvia, so I just want to live in peace. I don't want any kind of war. Don't want to, so because only of the Putin. Márknak egyaránt vannak orosz és lett felmenői. Szerinte az a probléma gyökere, hogy az orosz közösség nem alkalmazkodik a lett kultúrához. I have more percentage. Okay. I'm 60% Russian, 40% Latvian. But they want to have a community that is all Russian and shit, and I hate that shit. Like Latvians are more sensitive and Russians are more brutal. What do you mean brutal? If I can say it's like people in here who's Russian Latvians, they just been pressing out Latvians to us, Latvians pressing their language, and we have to speak with them in Russian. Az orosz kisebbség diákjai külön iskolába járnak, ritka a vegyes házasság. You had never kissed with a Russian boy? I had actually. And it's different? No, the kissing is not different, but I never wanted to marry a Russian guy. You never? No. És most beszéljünk Putyinról. A rendszerváltás után a lettek kitiltották az országukból azokat, akik bármikor is tagjai voltak a szovjet titkosszolgálatnak. Így a jelenlegi orosz elnök Putyin nem teheti be a lábát lett földre. What I think about Putin, I don't like him because I think he's like professional liar, really professional liar, and he knows how to do like things really quality, bad things, and like. És egy váratlan szempont Marktól. I like Putin. I'll tell you. I like Putin. How come? Because he's against the globalists. Okay. Because as soon as globalists take over, we're fucked. Történészek figyelmeztetnek annak veszélyére, hogy Oroszország újra bekebelezi a balti államokat. Probably it could happen, like, but I don't think. If it happens, that I will be really like sad about it.
Like, I hopefully it's not happening. Az elhangzott interjúból jól kivehető, hogy a lettek is küzdenek az általunk jól ismert dilemmával, nyugat vagy kelet.